Hello, sziasztok, Nor vagyok, és a mai adásban megnézzük 2024-ben mi a hitelfelvételnek a folyamata. Nagyon sok kérdést kapok, nagyon sokan szeretnétek ezt megtudni, és akkor úgy gondoltam, kedveskedek nektek egy kis magyarázattal, egy kis, egy kis videóval, egy kis, egy kis Nyilván ez ugye nem fogja kiváltani azt, hogy keressetek meg nyugodtan, egyeztessük, stratégiázunk, hiszen a stratégia az eszenciája a hitelfelvételnek, de hát vannak ilyen ism állandóan ismétlődő folyamatok, amikről most szó lesz. A legelső lépés úgy gondolom, hogy a a lépésenek egyet a megértése, tehát ahol most vagy például, illetve a szereplők kiválasztása. Hiszen tudnod kell az, hogy egy hitelfelvét az egy, az egy sok szereplős történet, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen játékosokat választasz magad mellé. Ha megnézzük, hogy ugye hitelközvetítővel kellene együtt dolgoznod, vagy nem, itt ugye azt gondolom, hogy nem szabadna, hogy megoszoljanak a vélemények, de mégis megoszlanak. tudtad de az, hogy egész Európában Magyarország az a hitelpiac, ahol a közvetítők gyakorlatilag egyedi kamatokat tudnak kiharcolni. Ugyanilyen egyedi kamatokat például németeknél, franciáknál, hollandoknál, a osztrákoknál nem kapnak az ügyfelek. Tehát egy hatalmas verseny folyik, úgymond, aminek a, a letéteményese alapvetően nem kimondottan tényleg a hitel közvetítők, akik valójában tényleg körbejárják és a, a, bankokat, és tényleg tárgyalnak, hogy hogyan lett az ügyfeleknek jobb, és így lehet az, hogy nagyon sok esetben én is tudok neked adni díjmentes végtörlesztés, ugye stratégiába, ez miért fontos? De hogyha díjmentesen tudjuk végtörsz a hiteldet, két-három év múlva, amikor jobb lesz a kamatkörnyezet, akkor ki tudjuk gyakorlatilag ezen költség nélkül, ami több százezer forint lehet, váltani a hiteldet, és a következő naptól alacsonyabb törlesztőt fizetsz. Tehát ez egy deal neked. Um, alapvetően vannak olyan ügyfelek, akik úgy gondolkodnak, hogy, hogy bár szent kevesebben, hogy szerintük a közvetítő az egy ilyen rossz dolog, biztos, hogy pénzbe kerül. Szükséges rossz, vagy szükségtelen rossz, meg egyébként, könnyen bemegyek a saját bankomhoz, és majd akkor én ott kapok valamit, vagy majd én körbejárom bankokat, és azt tegyük tisztába. Tehát alapvetően az első ugye nagyon fontos dolog, hogy igen. Alapvetően bemetsz a bankodba. A bankodnál az a helyzet, hogy veled szembülő hölgynek a tudásáról nem tudsz megbizonyosodni, a tapasztalatát nem ismered, ráadásul van egy nagyon hivatalos, bürokratikus kommunikációs módja a asztal félen, hiszen alapvetően a bankügyintéző ilyen nagyon szigorúan elszámoltatható, nyilván az ügyint, a hidegközzetőt is, de egy bankügyintéző, érted, aki ugyan megkapja a fix fizetését, nem fog kockázatot vállalni, nem fog téged arról tájékoztat, hogy figyelj, mert menj már át a szomszédban volt olcsóbb a hitel, hanem megpróbálj eladni, hogy figyelj, ez és ez. Ö, tapasztalata az, hogy a fió, bankfiókba kapsz kamat, annál 95%-ban én biztos, hogy adott banknál is tudok jobb kamatot szerezni neked. Ennek az oka az, hogy én más csatornákon keresztül kérem meg az egyedi kamatokat. Ö, ugye a másik, bemelsz több bankba, lobálhatod az ajánlatokat, és igen, szoktak egymással ajánlani a bankok, bár én akkor mindig felteszem a kérdés, hogy ha adott egy díjmentes szolgáltatás, vagy a hitelközvetítők alapvetően díjmentesen dolgoznak, mi jutalékot kapunk a választott banktól, de ez a te hiteldet nem érinti. Tehát attól nem lesz drágább a hitel, mert, hogy én vagyok. Tehát a legrosszabb esetben azt kapod, amit kapnál, hogyha a bankba bemész, és innen jönnek a finomságok, hogy alacsony kamaton kapott, tehát akár millióga spórolok neked, jobb feltételeket kapsz, tehát a hozzáadott értékem nagyon magas, cserébe nem terhel, tehát te nem fizetsz így nekem. Tehát akkor merjük a kérdés, hogy te miért járkálnád körben, mondjuk egy héten keresztül a bankokat, így ismeretlenül, és lóbálnál ajánlatokat, amikor megkeresed számodra hiteles embert, mert szó szóval hogy hiteles megbízható közvetítőt, és megbízott őt, hogy nézze meg. Egy közvetítőt nyilván megvannak a kapcsolatai, mint hogy egy autószerelő is tudja, hogy hova kell nyúlni. Tehát egy gyaksít, te is ki tudsz venni az autódból, csak lehet, hogy az neked egy napon keresztül fog tartani, és közel elcseszel három másik dolgot, közel feszegeted, még az autószerelő amúgy 6 perc alatt kapja ki, mert hogy minden nap ezt csinálja. Ebbe gondoljunk bele. Ugye akkor szokott az lenni, hogy a, megnézed a netes kalkulátorokba, ugye, sőt, vannak a merészebek, akik előminősítik is a netes kalkulátorokba magukat, ami egyébként egy nagyon félreértő és nagyon félrevezető információt ad. Mert ugye mi a netes kalkulátor? Mit vizsgál? Hát ez egy nagy, nagy parasztvakítás egyébként az egész, mert nyilvánvalóan nehogy azt hidd, hogy bemész az XY-nak az oldalára, és nagyjából három perc alatt te Tudod előminősíteni magadat hitelesen? Nem tudod. Ez egy nagy paraszakítás. Gyere, nézzük meg, hogy tudsz-e Egésznek az a célja, hogy a két dolgot vizsgálnak ezek a kalkulátorok, a terhetőségedet és a ingatahitelezhetőséget. De az se véglettekig. Tehát csak annyira nézzük meg, hogy a a ingatlanok árát beírod, meg beírod mondjuk, hogy ö, mennyi hitelt szeretné, és az me megfelel le mondjuk a 80%-os szabálynak, vagy hogyha mondjuk szofisztikáltabb a kalkulátor, akkor a adott település szabálynak megfelel Ennyi Ennyit tud. Én ezt így e, e, elmondtam, így meg tudom neked mondani, ez nem kell kalkulátor, nyilván te nem tudod, mert nem ezzel foglalkozol. A másik, amit vizsgál egy ilyen kalkulátor, hogy a jövedelmedbe mi fér bele. Ez egy JTM mutató. Nagyon egyszerűen. 600 forint felett van kettőtől közbevétele, osztott 60%-át 60 veszed, azért minden törlesztőd összesen, levonod belőle a meglévő törlesztőket, és akkor megkapod, hogy mi az a maximum, hogy felvetsz havi törlesztőbe. Ennyi történt, ez volt a nagy csoda, kalkulátor ennyit mond, kisbetűvel meg odaírja, hogy amúgy már nem van felelősséget, mert rohadtul nem minősített se minősítettünk elő, és amúgy a fel kapcsolatunkat a hitelközzetítőnkkel, mert majd ő fog segíteni neked, nagyjából erről szól az egész, semmit nem ér. Ugye, amikor ügyfelek megkeresnek, és mondják, hogy hát, hogy már csináltak előminősítést így netes kalkulátorban, mindig mondom, hogy jó, és mit néztetek? Uh, semmit nem ér. Miért? Te, te be, nyilván te beírod a jövedelmet, de honnan tudod, hogy az a jövedelem az el, azt elfogadja a bank? Mert ugye az ügyfelek nagyon sokszor szeretik magukat föl fölélőni, mondjuk elmúlt három hónapban nem a legkisebb értéket írják be, hanem a legnagyobbat, Megmondjuk mondjuk ők hozzászámolják például, mondjuk egy példát, mert sok ilyen ügyfelem van, például a kamion, sofőr, vagy olyan sofőr, akik úgynevezett benzinpénzt kapnak, és akkor ő hozzáírja, hát, hogy alapbérem 190 ezer, de mondjuk 700 at keresek. Hát a 700-at írok be, netes kalkulátor kidobta. És aztán jönnek a jobb, jobb ajánlatok. Igen ám, de basszus, a bankoknak, a, akiket kidob a netes kalkulátor, a 90%-a nem fog téged meghitelezni, mert egyszerűen nem kapod meg, mert nem fogadja el ezt a fajta jövedelem forrást. Nem tudja a bank értelmezni, a risk, nem ér, a risk management nem értelmezi. De van olyan bank, aki igen, de te ezt nem fogod tudni ezen a ponton, ezt én tudom fejből, hogy figyelj, te oda, te oda és akkor jöhetsz 60 féle ajánlat, addig hát igazából neked csak az a kettő bank fog egyáltalán szóba állni veled, és akkor abból kell nekünk vajon dolgozni, és nem titok, a bankok is pontosan tudják speciális ügyfélhez élethelyzetekbe, hogy mondjuk van a helyzet, amit konkrétan egy bank hitelez az egész országba, pontosan tudja azt, hogy hiába kamázom be neki, hogy fiak, elmegyünk máshova, vagy te hiába mondod neki, elmegyek máshova, jót fog rajta röhögni, mert ugyanannyi, hogy csak ők hiteleznek, és nyilván ilyenkor egy jó közvetítőnek a dolga, hogy hogyan tudja mégis az áradat leverni, tehát a kamatot lejjebb hozni. Nyilván itt jön be az, hogyha te bejössz az utcára, hát kiröhögnek hatszor, meg max feldíszítenek, mint egy karácsonyfadisz mindenféle keresztértékesítéssel, az kapsz valamit. Ha én megyek be, akkor nyilván én úgy megyek, hogy több milliárd forint van egy évben mögöttem, amit én tudok potenciálisan hozni, és a banka szeretne úgymond velem kooperálni. Tehát előfordul, hogy én úgy kapok egy kamatkedvezményt egy ügyfél, akire amúgy nem adnak kamatkedvezményt, hogy ott van mögötte az, hogy de tudja nagyon jól, hogy én elégedett leszek, akkor hozok mondjuk fél milliárd forintot ide a következő egy hónapba, vagy két hónapba, és az neki meg már jó pénz, és akkor egy csomagban megérte. Ezt egyedül nem tud prezentálni, akármilyen ügyes vagy. Ö, aztán ugye, hol értek téged mindenféle behatások? Felmész a netre, és akkor látod, hogy a minden a közvetítők jobbak, rosszabbak, de de úgy szokott legyen, mindig van egy ilyen ö, számítás, hogy ú, én most 5 ot tudok, egy olyan kamat környezetben, ebben ez mostani dolog, de többen ezt így promotálják, hogy 5-19-es kamatot is tud egy olyan környezetben, ahol egyébként most jelenleg az 5,7-5,8%-os egyedik mennek. És akkor te látod, és akkor utána meg beszélsz velem, én meg mondom, hogy hát mondjuk 5,75. És akkor azt mondod, hát Norbi, te hülye vagy, hát ott láttam a TikTokon, hogy 519 19, akkor oda megyek. De valójában egy hatalmas bullshit ez is, és nyilván te nem fogod ezt első ezzel felmérni. Ezt azt mondom, hogy csak hogy értsd a játékszabályokat. Mert az 519 jelenleg persze, abban az esetben, hogyha áás az ingatlan, 600 ezer vállalást válasz, babaváró is lesz hozzá egyidejűleg, Köt hozzá egy hitelfezett biztosítást, aminek egyébként a havidíja olyan magas lesz, hogy összességében nem le Tehát többet fog fizetni a meg biztosítása, mint amennyi egy 5 hetes kamat lenne, stb. stb. Tehát olyan szinten sok termékkapcsolódás van egy ilyen ajánlat mögött ebbe a konkrét esetbe hogy a nap végén egyszerűen nem jársz jobban, mint egy öt hetes ajánlata, mondjuk ingyen tudok kiváltani, és egyébként a 90%-ban esélyed nincsen, mert mondjuk bb az ingatlanod, nem akarsz most babavárót, nem lesz csop plusz, mert ezek mind, mind, mind feltételek, és akkor tudod, ez egy kicsit torzítja a te szemüvegedet, hogy basszus, hát ott azt hallottam, hogy 5-19, és nagyon sokszor ezt tapasztalom, hogy hogy hallasz valamit, és akkor, a hitel felvevő az abban, hogy akkor neki is az kell. De, de annyira speciális minden ügyfélhelyzet, hogy nagy, van rá esély, hogy nem azt kapod meg. De nem azért, mert a másik fél hülye, hogy te közvetítő hülye. Hidd el nekem, nekem az a legjobb, ha a legjobbat kapod. Tényleg az a legjobb, mert akkor elégedett leszel, nem, fog, nem leszel mérges, hogy téged átvertek, örülni fogsz, ajánlani fogsz, és legközelebb is hozzám jössz. Tehát nekem abszolút érdekem. De nekem az is az érdek, hogy megkapd azt, amit szeretnél, és hogy a valóságról beszéljek. Tehát én olyan ügyfél, akiről tudom messziről, hogy nem fogja megkapni az 519-et, én nem beszélek 519 ről megmondom tök de figyelj, te mondjuk a te paramétered, most egy példát, te havi 250 ezeret tudsz vállalni, és 12 milliónyi hitelt szeretnél. Akkor már most mondom, figyelj, neked tudok adni egy 629-es kamatot. mi? Hát 519-et láttam a TikTokon. Igen de, de, de neked egy 12 milliós hiteled lenne, vidéken, 250 ezres vállalással. Az 519-hez csók plusz, babaváró, 30 millió feletti hitel, 600 ezres vállalás, nagyon drága hitelfezett biztosítás, stb. stb. kell, és ás ingatlan. Tehát ebből te valamiknek megfelelsz? Ja, semmiknek. Jó, akkor menjünk vissza a valóság terepére. Ezért nézzék nekem is kollégákkal versenyezni általában, mert, mert, mert van az, aki a valóságról beszél, meg van az, aki a Fa, tehát itt ilyen Tolkien-szerű mesé, aztán majd ott ez a, a majd menet közben majd finomítjuk az ügyfelet. Én inkább abban hiszek, hogy a valóságról beszélni, és elmondom, hogy figyelj, ez van. Uh, ugye szokott olyan el, elvárás vagy uh, kérdés lenni, hogy ugye versenyeztetem a közvetítőket. Uh, hát figyelj, uh, lehet, csak nem érdemes. Alapvetően mindig azt mondom, hogy ha találsz egy olyan embert, aki számodra megbízható és hitele szakmailag, maradj ott, nem menj másfele mert jelenleg ma a hitelközvetítő piacnak, és nem hazabeszélek, beszélek, és lehet, hogy én is a szarak közé tartozok, de nagyjából azt álltom, a 95%-a nem jó közvetítő. Tényleg nem jó. 5 az, már lassan tartok, hogy népszerűen tudom megnevezni, és nem csak saját cégből, hanem más cégekből is, hogy kik azok, akikkel én dolgoznék együtt. 5 százalék. Uh, most akkor mit akarsz versenyeztetni? Ráadásul ez az 5 százalék, ha megtalálod, ez garantáltan a legjobb ajánlatokat fogozni hozni minden banknál. Tehát nincsenek ilyen nagy csodák. Tehát nincs olyan, hogy én adok neked X-et, a másik meg X per kettőt ad. Ilyen nem létezik, mert abból akkor nagy baj lenne. Ilyen nincs. Uh, és az, hogy versenyezheted, igazából önsorsontás, mert egyrészt nagyon sok bank nem versenyez saját magával. Ha ő kiadott egy ajánlatot X közvetítőnek, én hiába tudnék ott tényleg jobbat, mert mondjuk én tényleg tudok jobbat, nem adja nekem se oda, mert azt mondja, hát már én meg kiadtam. A bankoknak is elegük van egyébként, ezt mondják ott a, a, a én nyilván kikkel kommunikálok, én nem bankfiókkal, hanem mondjuk a egyed, akik a egyedik kamatokat adják ki központi szinten emberkékkel, tehát ők egy nagyon high level kategória, mondják, hogy annyira legük van abból, hogy vannak ügyfelek, akikhez hatfajta helyről jön be az egyedi igény, és igazából hatszor dolgozik vele, tök fölöslegesen, és már azért se ad jobbat, mindenki ugyanazt kapja, aztán tessék hajrá. Önsorultás. Ráadásul, ha belegondolsz, azzal, hogy te versenyeztetsz, nem, tudsz, nem tud kialakulni egy, egy normális kontextusod a közvetítővel. Ez egy bizalmi szakma, ez amit az orvos. Ha, ha az orvos is azt érzi, hogy, vagy, vagy most ez rossz példa, vagy egy ügyvéd, tök mindegy. Tehát a bizalom, vagy egy kőműves, ha azt érzi, hogy ő csak egy a 26 köz, akit te megkérdezel, akkor. Persze meg, nagy megcsinálja az alapot, de nem fog neked kedvezni. Nem fog odállni melléd, mert nem bízik benned. Én is így működök. Én például most is küldtem el ügyfelet, és az fontosan megtörténik, mert amint kiderül, hogy én csak egy vagyok a sok és mindig verseny, majd ilyen racse lesz, akkor én azt szoktam mondani, hogy ne úgy, én ezt nem vállalom. Nem tudom vállalni, mert egyrészt rothadásig vagyok ügyfelekkel, másrészt ö, olyan ügyfelekkel, akik engem akarnak, akik köz... megvan az a bizalmi kapcsolat, hogy tudják azt, hogy a lehető legjobbat fogom hozni. És hogy bíznak bennem, így én is tudok bízni bennük, és ez azt jelenti, amikor majd necces lesz az ügylet, és itt a következő, amikor gond van az ügylet, amit előre nem látsz, akkor én odállok, és bevettem a kapcsolataimat, és százszázalékos azon, hogy meglegyek, meglegyünk, és 16, elmúlt 16 évben 999 ban mindig megoldottam a problémát, még nagyon necces helyzeteket is. De hogyha azt érzem, hogy az ügyfél bármikor kiállhat mögülem, akkor szerinted fogok szívességet kérni a szakosztályoktól, hogy figyelj már, szia, én vagyok a szarvas Norbi, és hoztam nektek x milliárd forintot, meg tudjátok, hogy rohadt ügyfél van. Szeretnétek tovább? Segítsetek már, kérlek. Engedjétek már az ügyfél. Szerinted ez be, Adj be fogom vetni egy olyan ügyfélne, akiről tudom, hogy 6 perc múlva már máshol van. Nem fogom. És már már ugye ott tartok, akkor nem is vállalom ezt az ügyet. és ez nagyon fontos, és te is értsd meg, ha itt felvenni, válasz egy hiteles embert. Tarts ki mellette, menjetek együtt végig a folyamaton. De ez a titel közvetítő. Ugye, menjünk is tovább, mert nem erről a videó. Milyen ügyvédet vá... Bocsát, azért beszek ilyen részletesen, hogy ezt végignézed, és akkor vé... remélem, hogy felvértezed magad a megfelelő tudással. Milyen ügyvédet válasz? Hát uh, itt szokott, itt egy, erről múltkor videó videót, tehát most nagyon röviden, akkor inkább nézd meg az. Figyelj, ingatlan szakjogász, tehát ez a hajam kihulik attól, hogy az, ingat, a, az ügyvédek is olyan szinten, nem tudom, félrevezetik az embereket, hogy hihetetlen, olyan egóval dolgoznak olyan magabiztosan átják a hülyességet, hogy hihetetlen. Azt hiszi, hogy azért, mert ő a római jogon együtt, de mit tudom, válló szakjogászként, vállóperes váló, ügyvédként együtt hallgató a római jogot, Pityúval, valaki, meg ingatlan szakjogász, azt hiszi, hogy ő is meg tud egy advétet. Hát képzeld el, a legtöbb ügyvédnél, akit én mostában látok advéteket, én jobban megírom az advétet, mint az a félkegyelmű. Már bocsánat, hát ezt kell mondanom, mert amikor azt látom, hogy megírja az advétet, vagy megírja, és felhív engem az ügyvéd, hogy elnézést, rendjön olyan kérdésem, hogy a bankot bele kell írni az adásvételibe? és így nézek, pupillám 680, vérnyomásom 280, mert amúgy meg ez az, ügy, ügy, az, enne az ügylet, ügyletnél mondjuk 350 ezer font a munkadíja, így nézem, és megkérdezem, ne haragudjon maga, sokat írni szerződés vagy, 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 vagy tök más, aztán most beleesett. Szoktam, mindenki ezt mondja, szoktam, szoktam, hát mondom, nem látszik. Tehát most vagy az van, hogy akkor ön olyan fél analfabéta, vagy az a épp a kettessel átment, mert hogy tulajdonképpen minden banknak van egy saját jogi tájékoztatója, ami publikusan elérhető, és ha ott megnézzük, hát a első mondat, hogy igen, bele kell írni, tehát értemszerűen, annék a bank nehezen tud folyósítani, ha nem szerepel az adásvételibe. Tehát, hogy ilyen, vagy volt egy másik ügy, ahol a ügyfél hozta a ismerős ügyvédet, az annyira ügyes volt az ügyvéd, hogy beleírta azt, hogy a csoknál készpénzben ment valami 23% erről. A csok törvény KB harmadik mondata. <coughs> Tilos, 10%-nál többet kész adni. Mi történt? Ugye ez, én nem, nem végzek jogi tanácsadást, megkaptuk az ügyet, beadtuk. Ez annyira egyértelmű volt, hát soha nem volt ebből a probléma. bank azonnal elutasította, kérdés nélkül. Mondom, mi történt? Én nem értettem, leizzadtam. Mondják, és itt jön az hogy a közvetítőnek, nészem közt indokol a bank, euh, neked utcáról nem fog indokolni, mert ha indokolna, akkor már is számon kérhetővé válik. Nekem meg elmondják, és ezért tudunk sok mindent megoldani. És így mondják, hogy hát a, a készpénz arány az egy kicsit magas, és ilyenkor kurva gáz, még az, hogy fel kell mondani a szerződést, a eladó utalja vissza a pénzt, és akkor újra az eg vagy adja vissza a pénzt, és újra az egész, csak hát ez kéne egy eladó is, ugye egy szarul megír ilyen szerződést, de az a baj, hogy az eladó megmondhatja azt, hogy ő nem adja. És akkor most az, hogy te vagy buktad a csokot, vagy pedig bukod a foglalót, ha az eladó nagyon ki akar meg cseszni. Az ügyvéd meg megmagyarázza a bizonyítványt, hogy hát nem ő. Tehát azt mondom, ingatlan szakjogász. Ehhez én is tudok egyébként ajánlani, nem véletlenül, és nem azért, mert úgy ebből élek, lótúrót. Nem, csak tudod, azért ajánlom, egy évben 50-80 száz ügyletben dolgozok vele évek óta gyakorlatilag gond nélkül, vagy ha van is gond, mert nyilván egy-egy hiba előfordul, azt megoldjuk, megcsinál, vagy megoldja, megcsinálja, de a a többségben gond nélkül és szakjogászát. Ezzel foglalkozik. <coughs> nem pistike a szomszédból, mint ahogyan, a, nem a fogorvossal műteted meg a gerincedet szerintem, mert abból nem biztos, hogy jó lesz. Ö, vagy mondok most, amivel egyébként, amikor a, amikor ügyfél hozza az ügyvédet, minden más, most, bocsánat, hazudok most, most elmúlt másfél hónapban, vagy két hónapban, gyakorlatilag a 80 a az ügyfelet a hozott ügyvédeknél, ezzel szívok. Figyelj, november óta új energetikai tanúsítvány van. Megváltozott a komplet rendszer, még a mai napig az ügyfelek hozzák a régi energetikait, mert az ügyvéd arra alkalmatlan volt, hogy szóljon, hogy by the way, már új van és az ügyvéd, de nem kell beleírni egyébként a het számot sem, meg semmit a adásvételbe, de az ügyvéd felelősség ezt ellenőrizni. Az ügyvédek nem ellenőrzik, nem szólnak. És akkor mindenki pislog bambi szemekkel, amikor meg a bankó oldalról meg szólunk, hogy gyerekek, gyakorlatilag november óta nem érvényes már, amit te itt be akarsz nekünk adni, csináltassatok újat, megakad a folyamat, várjuk az energetikait. E, nyilván ugye azért feszült helyzet is lehet, hogy hogyan az eladó vagy a vevő. És így megint mi történt? Az ügyvéd ne, valószínűleg nem tudta, nem végezte a házi feladatot, fogalma nincsen, és, de, és megy az okoskodás. Ö, és ugye szokott lenni az ügyfelek részé, hogy az ár alapján vált, választanak. Igen, tehát tudsz vásárolni Jordan cipőt a, a Jordan szaküzletből, meg a Vissről is, is, tudsz rendelni. Kérdés az, hogy nyilván tudom, melyik lesz az olcsóbb, de hogy melyik lesz a tartós, melyik lesz a jó. Ö, én meg tudok hűlni azon, amikor ügyfelek 50, 80, 100, 150 millió forintos projekteket kezdenek egy ingatlan vásárlásnál, és azon megy a fingreszelés, hogy hát Norbi, az az ügyvéd az fél százalék, mondjuk akit ajánlott az fél százalék, de itt van Pistike, Pistike a 135 ezerért megcsinálja az egészet. És így nézem, Hajrá, vises ügyvéd. Tehát, hogy milyen ügyvéd az, aki tedd már fel magadba a kérdést, aki egy 120 milliós ügylet és ne felejtsük el, ügylet érték. Ha elcsesz nagyon komoly dolgot az ügyvéd, ő számon kérhető ügyelet érték alapján. Tehát melyik az a félkegyelmű ügyvéd, már bocsánat, aki 120 milliós ingatlan ért, ad, tehát egy érté, szerződés értéknél értéket 120 ezer, 130 ezer elvállal. Bocsi, ki azért legyünk már reálisak, hogyha megnézed a burkolónak a, az óradíját, meg, a, meg, a, meg ennek, meg annak, meg az ügyvédnek, nem véletlen az, hogy az ügyvéd azt mondja, hogy 120 milliós ingatlan, vagy egy vásárlásnál, hogy az mondjuk jó, nem 1,2 millió mondjuk, vagy mit tudom, az 1 százalék, hogy akkor az 4-5-600 forint a díja. Nem véletlenül. Itt nem az a lényeg, hogy ugye úgy azt a nyomtszerződést adja oda gyakorlatilag. Nyilván van egy háttérmunka, jogilag utána néz fel, hívja a figyelmet. Nagyon sok ügyvéd, ügyvéd ezt nem csinálja meg, csak Ctrl-C, ctrl v és itt jön a lényeg, hogy még egy jó ügyvéden szól, megnézi, utána néz, ne legyen jogi probléma. Meg hát van egy ügyletérték, hogy ő vállalja a pecsétjét egy ilyen értéknél, és nyilván ez egy kockázat, ezért ennyire drága. De amikor egy ilyen ingatlanba belemész, vagy bármilyenbe, az túl nagy érték ahhoz, hogy kóklerekkel el, szerintem. Én nagyon sokszor egyik észre hogy kóklerrel dolgozol, mert a pisti elvállalja 130, Dr. Pistik elvállalja 135 ezerért, plusz áfa, és uh, mondja, örülsz, meg gond nélkül ment. Igen, meg azért nagyjából az ügyleteknek egy jelentős része az nem szívás jogilag. De kezded el, előszokott fordul, hogy menet közben derül ki valami rohadt nagy gáz, és itt jön a ügyvéd valódi szerepe, hogy hogyan tudja ezt megoldani a helyzetet, és ilyenkor általában az a tapasztalat, hogy a 135 doktor pistikék, azok pislognak, mint kurva a templomba, és uh, hada, izé, izé, hárít, magyaráz, de egyszerűen nem jutunk előbbre. Még mondjuk egy, lehet, hogy egy drágább ügyvéd, aki ezzel foglalkozik, azért drágább, mert foglalkoztatott ügyvéd, tehát, hogy van dolga ezzel, csípőből mondja, ezt, ezt, ezt és ezt kell, és, és a atya úristent leszed, le, atya lesz a hogyha arról van szó. Ö, tehát ezért fontos jó ügyvédet választani, de a te döntésed, a bank nem írja el, hogy miért válasszál. Második lépés, hitelképesség felmérése. De tehát tudd meg, hogy egyetem meddig ér a nadrágszí, és én tovább megyek, én nem csak arról szoktam tárgyalni az ügyfelekkel, ha engem keresel fel, hogy meddig ér a nadrágszí, mi stratégiázunk is. Sokszor előfordul, hogy a pénzügyileg Kapnál annyi hitelt, amennyit szeretnél, de az élethelyzetedet megvizsgálva és anyagi lehetőségedet, én mondom azt, hogy figyú, ne vegyél fel most ennyi hitelt, nem fér bele neked ennyi, hidd el nekem, vagy mennyi, gyűjtsél még, gondold át, Ö, tényleg sokan tanulj ennek, mert ez viszont gyakran alkalmazom ezt a technikát, mert alapvetően én megtehetem azt, és nagyon fontos, nagyon sok közvetítő kolléga nem teheti meg, mert mert akkor nem tudna megélni. Én már ott tartok, és abban az 500-ban, ilyen értem, ott vagyok, hogy megteltem azt, hogy én azt nem vállalok minden ügyet, és azt mondom, hogy figyú, nem tudom vállalni ezt az ügyet, mert rossz a stratégiát. Elmondom, hogy miért, te eldöntöd, hogy neked ez hiteles vagy nem, ha igen, és sok ügyféleként elfogadja ezt a tanácsot tőlem, ha ilyet adok, és tényleg sokan vattok, akik visszajöttetek fél év, egy év, másfél év múlva, és nagyon sok az a visszajelzés, Norbi rohadt igazad volt, egyszerűen tényleg rossz volt a stratégia, de most átgondolva egy jobb megoldással jöttünk, és akkor csináljuk gond nélkül, semmi gond. Tehát itt azt félreértés, hogy a hitelközvetítés a pénzről szól, a ütalékről. Nem, a fenntarthatóságról, hogy az ügyfélnek a szemébe tudjunk nézni mondjuk egy év múlva, és az ügyfél visszajöjjön hozzám két év múlva, meg öt év múlva, meg <coughs> magától küldjön hozzám ismerősöket, vagy a ügyfele, tehát akik, tudja, hogy hitelt szeretnének, és keresnek egy jó hitelközvetítőt. De ez csak úgy működik, hogyha tiszta üzletmenet van, és fenntartható az egész, tehát hülye. Tehát nem hagyod, hogy a, az ügyfelek levessék magukat a taigetoszról, mert ő rosszul gondolja, amit gondol, mert sokszor nincs megfelelő információ birtokába. Ö, Szóval ugye előminősítés. Hát nézzük meg a, ezt az egészet. Átbeszéljük a stratégiát, és ugye egy többféle előminősítés létezik. A, az első körös előminősítés, amit velem beszélsz, hidd el nekem, 16 év alatt már gyakorlatilag számítógép lett a fejem ilyen értelemben, jobban scoringolok, mint a, a scoring programok a bankoknál. Ennek az az oka, hogy én pontosan tudom, hogy mik azok a dolgok, amik a scoring programnál nem mennek át, egyébként csak hozzáteszem bent a bankba, de én át tudom ütni egyedibe. Mert tudom, hogy kivel kell beszélnem és miről, hogy engedélye már volt olyan, képzeld el, hogy egy, ö, na, egy ö, komolyabb ügy lett, de nagyon bonyolult volt, kapásból elutasította a bank, de én tudtam, hogy kivel kell beszélni, és mit kell beszélni. Másé hét alatt elértem, hogy a banknak a regionális igazgatója engedélyezze, hogy a saját rendszerüket felülírják, tehát a, még egyszer a saját scoring rendszerüket felülírták, és engedélyezze, hogy, hogy áthidalhassák a úgymond a hard chaos feltételt, és mehessen tovább az ügy, és ki lett folyósítva valami, ami amúgy alapból nem lett volna, és biztos vagyok benne, ezt elmondták, hogy még a közvetítő 98%-ánál sem engedélyezték volna. Nyilván azt mondták, hogy Norbi csak neked, csak most, de tisztában vagyok a szerepemmel, hogy, hogy olyan, mint én, még azért van pár ember az országba, ilyenfajta ráhatással, tehát azért van pár ember, akinél ez ment volna. De neked utcáról biztos, hogy nem. És tehát, hogy van egy ilyen, tehát meg tudom mondani, az nagyjából 99, hát jobb nem, azt mondani, hogy 90% pontosággal tudom megmondani azt, hogy mert -e az ügy vagy nem. A jó hír az elmúlt 16 évben, amire én azt mondtam, hogy ment, és nem, ez nem arcoskodás, tényleg ment. Ez egy statisztika, tehát ez tény, hogy azok mentek. Uh, de bőkerettel dolgozok, tehát hogy nem, nem centizem ki soha a határokat. Ha azt látom, hogy netszes a jövedelem, vagy necces a jövedelem összetétele, vagy nem tudok erre egy nagyon exakt számítást adni, akkor azt szoktam javasolni, á, csináljunk néhány papírt, áltsunk össze, csináljunk egy banki előminősítést, tehát scoring rendszerbe vigyék fel, nézzük meg. Uh, ott nyilván arra vagyok inkább kíváncsi, hogy ott a bizonyos speciális jövedelmeket hogyan számolja az adott bank, ami annyira gyakran változik a bankoknál, hogy ez ember nincs, csak ezt fejbe tartsa, tehát ott viszont kell segítség. Uh, ezek nem ba hivatalos banki ajánlatok, ez csak egy, egy, infót adnak nekünk. Ezzel azért már ott tartunk, hogy 90 biztonsággal tudom mondani, hogy ez megye. És akkor ezen felül van úgymond a rendes előmindősítés, úgymond hiteligérvényes előbírálat gyakorlatilag, amikor egy teljes hitelanyagot összeállt ingatlan nélkül, beadjuk, három-négy hét alatt szokott lenni a bírálat, és a bankod egy ígérvényt, hogy erre a feltétekkel megkapod. Én ennek annyira egyébként nem vagyok híve, az ingatlanosok ezt szokták keverni, kavarni, meg, meg ők mindig kér, szokták kérni, hogy legyen ilyen előminősítő ígérvény, de ilyen nincs, a legtöbb banknál alapból nincsen egyébként ilyen megoldás másrészt 3-4 hét az átfutása, tehát kérdezem én, hogy a, a, nagyon sokszor az eladó siet, ingatlanos siet, azért hozzunk itt gérv, ilyen ígérvényt, és mondjuk, hogy de hát az 3-4 hét, de azt kell, annyit a rendes hitelt beadom, és átmegy, tehát hogy semmi értelme nincs, ráadásul hozzáteszem, hogy ezek a ígérvények is olyanok, hogy kivéve és de amennyiben. Tehát ha a feltételek nem változnak, de lehet, hogy te pont pénzre mész passzik, akkor már változott, akkor már nem. Most csökkenő kamatkörnyezet van. A ígérvényt kiadja neked 6-2-n, de közben mire jutunk oda, hogy már 5-3 mondjuk a kamat, kezede nem módosítja le 5-3-ra, azt mondja a bank, jó, mondd vissza az, az egészet, és újra az egészet, Tehát nem nyertél időt vele, és nem kaptál plusz információt. Tehát ezt tényleg csak akkor szoktam, ha a legvégső esetben, amikor már tényleg annyira stresszelsz, annyira fontos, hogy csináljuk meg, de az esetek 99 ába bőven elég az, hogyha velem egyeztetsz, vagy a banka megcsinálja a gyorsított előminősítést a scoringba. <kül> átbeszéljük a folyamatokat, hogy mi miután történik. Ez nagyon fontos, hogy értsd, mielőtt elindulsz lakás nézni, hogy tud. Én még azt tudom hogy azért kell érteni, mert tud prezentálni az eladó fele, hogy mi fog történni. Sokszor az eladó sem tudja, hogy mi fog történni hozzáteszem, és nem bántva, de sokszor az ingatlanul sem tudja, mi fog történni itt a folyamatban, csak van egy elképzelése, amit Móriczka elképzelt, az teljesen más a valóság, de hogy ne legyen későbbiekben vita vagy stressz helyzet, fontos, hogy, me, hogy, hogy tisztállássatok, és, és minden olyan kockázatot vállaljon, amire, amit be tud vállalni. Ugye, tehát gyakorlatilag itt a, átbeszéljük ugye a... A folyamatot, ö, megnézzük a hitelezhetőségedet, tehát hogy, hogy mire kell figyelni. Vannak ilyen K.O. kritériumok, hogy például mitől elmúlt három hónapban és előtt, ne szerencse játékozzál folyószámláról, ne legyél munkahelyeden felmondás alatt semmi, ö, ne váltsál munkahelyet, ö, ne váltsál folyószámlát például előtte három hónappal, ne legyen fedezetlen tételek miatt minuszos számla mintád, vagy ott a legvégén ilyen, azt nagyon nem szeretik. személykölcsön ne vegyél fel a hitelfelvétel előtt, egyeztes velem erről, mert sajnos a banki alap standard szabályos szint kapásba utasítás, mert MNB nagyon nem szereti, ha az önerőt személykölcsönből van. Tehát nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen kis apróság van, ezt átbeszéljük, hogy mire kell a te helyzetedbe figyelni. Harmadik lépés, hát most már, hogy már, már, tudod azt, hogy kivel fogsz dolgozni, tudod azt, hogy mennyi hitelt kaphatsz, mennyibe fog ez kerülni, irány nézni, legfenszibb dolog a világon, megnézed, ne gondolkozz feltétlenül túl sokat. Megnézed, megtalálod, írtok egy vt szándéknyilatkozatot, nyilatkozatot, ezt lehet a, az ügyvéd segítségével megtenni. Most nem javaslom, hogy a netről töltsél le, ha úgyis ügyvéddel fogsz nyilván dolgozni. Ügyvéd, vagy ha van ingatlanos, akkor ingatlanosoknak szokott lenni, teljesen jó. Nagyjából a vt nyilatkozat arról szól, hogy te ennyiért meg akarod venni, ő ennyiért el akarja adni, te adsz nyomatékosításul 500 ezer vagy 1 millió foglalót, ez az a pénz, amit elbuksz, hogyha visszalépsz, a, ha pedig az eladó lép vissza, kétszerese visszajár, ezért biztosíték. Van egy tévhit, ami kerjen a neten, hogy a foglaló 10 százalék. A, félig tévhit. az igazság, hogy egy adásvételben minden egyet, tehát a ti megállapodásotok, tehát hogy ha nulla foglaló van, és minden előleg, az is lehet. A, ez a 10 év foglaló, az egy ilyen piaci szabvány, ez egy standard, ez egy ilyen közmegállapodás. De igazából a foglalónak két része is van, és például ez szokott kimaradni általában. Tehát a vétészándék nem a vételár 10 át teszed le, hanem 500 ezer vagy 1 millió foglalót. A dásvételikor van az, azaz te most a standardet mondom, hogy 20%-ön előtt tesz le az ügyfél, ugye nyilván átutalással, adásvétel után három napon belül, ö, amiből 10% előleg, azaz ha visszalép, az biztos visszajár, ö, és 10% foglalónak minősül, amit akkor így buksz. Egy 50 milliós ingatlan el, ez akkor 10 millió foglaló. Ha te már letettél 1 milliót az letetti 1 milliót a VT szerint nyilatkozat aláírásakor, akkor, itt még további 4 milliót teszel le foglaló jogcímet, mert a első, tehát a VT szerint nyilatkozat letett foglaló beleszámít ebbe, illetve az egész beleszámít a banki önerőbe. Tehát ez mind, mind egymással épül. Üh, ugye leteszed a foglalót, pacsi pacsi, megbeszétek a határidőket. Én azt szoktam javasolni, hogy uh, te egyrészt ne félj attól, hogy hitelre veszed az ingatlan, az eladók tudják. Nyilván, amikor uh, mész megnézni, megnézed a lakást, megfogdosod izé -hozé, azért jelezd az eladónak, hogy mennyire nyitott arra, hogy te hitelből szeretnéd megvenni. Csak azért, hogy ne raboljátok egymás idejét. Ha azt mondja, semmi gond, csinál tovább. Ha azt mondja gond, ne csináld. Ha azt mondja, hogy semmi gond, de 45 napomból kell neki a pénz, álljál fel, gyere el onnan. Azt szoktam javasolni, hogy minimum 90 napot írjatok be fizetési határidőnek, adásvételi megkötésétől számítva. Alapvetően egy hitelügylet az egy ilyen 5 hét alatt, 4-5 hét alatt át szokott menni. De azért kell 90 napot írni, hogyha bármi gond van, bármi csúszás, és itt lehet akár banki oldalra egy csúszás, de lehet az ingatlannal gond, most volt több ilyen is, hogy nem láttuk előre, és volt gond, akkor igen, az ügyintézés sajnos ennyire hosszú tud lenni. Ö, és nyilván vannak olyan csúszások, amik egyébként automatikusan hosszabbítják a szerződést, mert az, ha egy jó ügyvéd beleírja ezeket, de van olyan, amikor alapvetően nem hosszabbodik a határidőd, viszont szóval meg kell oldani. Tehát 90 nap nem ennyi a bele 45 napos határidőkbe. Ha, és ez a tiszta tulajdonlap, hogyha ingatlan hitellel terhelt, akkor pedig a, a sokfajta verzió van, mert nem mindegy, hogy az eladó fizetik ki, te előlegedből fizetik ki, vagy a te hiteledből. Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor előtte hívjál fel, beszéljük át, hogy mi a speciális és időben, hogy fogsz kinézni. Ö, az a lényeg, hogy tisztán ha 120 nap, meg kell mondani, figyelj, 120 nap, ezért és ezért. Lásson tisztán az eladó is, tehát ne az legyen, hogy van egy hitele, amit a te hiteltből kell majd kifizetni, de tulajdonképpen az eladó 40 napra várja a pénzét, mert ez nem fog működni. Ennek az oka az az, hogy kell értékbes, és le kell bíráltatni a te hiteledet, le kell a bankkal, eladónak kell hozni a igazolást, az ő bankját, mennyi a tartozás, ilyen hitázált igazolás, akkor a te bankot kifizeti az ő bankját, az ő bankja ad ki pár héten belül egy törlési engedélyt, a törlési engedéllyel az eladónak be kellene a földhivatalba töröltetni a lapról az saját bankját, ami egyébként a standarden 60 nap ígéri a földhivatal, gyorsított eljárásba 30 napon belül, de ha a gizikenének könyöröksz, hogy az életed múlik ezen, akkor azért egy-két héten is megszokták csinálni. Ö, és akkor utána tudja a te bankod a maradék önerőt folyosítani. De hát itt elcsúszhat a eladó bankján a dolog, elcsúszhat egy, egy rosszul megírt nyilatkozaton a dolog, egy rossz igazoláson, tehát annyi minden elcsúszhat, hogy simán lehet 120 nap is, ami egyik lehet, két hónap alatt meg lenne. És sokszor ezt nem látod előre, mert minél több szereplő van egy ügyletbe, az annál nehezebb, hogy valaki elcseszi. Ö, jó, tehát ezt mindig egyeztetni kell. Ugye hitel közvetítő, hogyha megvan az ingatlan, és hitel dolgozol, akkor indítjátok a folyamatot, ez úgy néz ki, hogy a közvetítő megkéri az egyedi kamatokat, megnézzük, hogy melyik banknál lesz a lehető legjobb ez az egész, feltételket átbeszéljük, a, te kivászod a bankot ez alapján, összeállítom a teljes hitelanyagot, én mondjuk el szoktam küldeni e-mailen, tehát egy checklistát írok, meg doksikat küldök, tehát minden tényleg, bocsánat, így mondom, hülye biztosan, hogy, tökéletesen meg tud csinálni a te részedet, adásvétét megkötitek, ha megvan minden papír, odaadjátok nekem vagy a közvetítőnek, ő onnantól intézi a saját kapcsolatrendszerén keresztül. Tehát nem az, hogy te bemész a bankba és lutri, hogy amúgy a Velszembülő ügyintéző az 8 éve ezzel foglalkozik, vagy tegnap még műkörmös volt, kapott kéthetes képzést, azt most már próbálja csinálni, én olyan fórumokon dolgozok, ahol 8-10-15-20 éve dolgo, bankban dolgozó jelzálok, specialistákkal dolgozok együtt, akik már láttak hitelt. Így kisebb az esély, hogy elcsesszék azt a hitelt, nem mindig sikerül, de, de azért sokkal kisebb az esély. Jó, én itt beadom, neked nem kell bankba járni, nem kell szabít kivenni, és hidd el, hogy nekem felveszik a telefon, neked nem fogják felvenni, mert a ügyintézőt is 3 millió ember akarja mindig hívni, ö, de nyilván nem mindegy, hogy ki telefonál megrendelünk egy értékbeesés, beesésdíj az mostában ilyen kb. 50 ezer forint, utána bírálat, két-három héten belül meg szokott jó esetben lenni, és akkor itt jelezném, hogy ne, jó esetben, nem minden esetben, mert itt van egy buktató, vannak úgynevezett élethelyzetek, amikor a bankoknak a bírálati osztály bedugul. Például most az egyik nagy banknál ez volt, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, speciális ügyek, amik mint a újépítésű, ahol használt bevételek kell folyosítani, de ott a banknak le kellett a, szerződnie a kivitelezővel, na ott annyira bedugult a folyamat, hogy gyakorlatilag a három 4 hetes átfutás időből most már két hónapnál járunk. És nem tudsz vele mit csinálni, mert, mert egyszerűen kapacitásban nem bírta a sok igénylést a bank, ilyenkor egy-két-három hónapon beszokták meg a kapacitás bővítése a dolgokat, de hát a, a fa, nem tudsz a, tudsz a raktárból kivenni még egy dönnököt, akinek megvan a megfelelő tudás és jogosultsága adott ügyleteket kezelni, szóval ez nehéz tud lenni. Vagy például tavaly volt talán tavasszal, hogy bedugult az egyik banknál az értékbecslés, de nagyon durván. Tehát ott is két hónapot csúszott minden, de hogy annyira sok ügy, vagy lehet, hogy ez tavaly előtt volt, annyira sok ügylet volt, hirtelen nem nálam, itt mindig, amikor ezt mondom, nem nálam országszinten a banknál komplet hogy, hogy egyszerűen nem tudták a becslők feldolgozni, mert volt X becslő, és háromszor annyi és jött, mint általában ők, amire felkészültek, és ennek az lett a vége, hogy rohadtul belassult minden, és minden elcsúszott. Tehát ilyenek vannak és ezeket nem látod előre, nem tudod előre megmondani, hogy három hónap múlva, két hónap, vagy egy hónap múlva mi lesz a bírálaton, vagy a becslésen. Na mindegy, de jó ha megvan becslés, akkor jóvá hagyják, kiküldik a hitelszerződést neked e-mailen egy közvetítő folyamatba, lakásbiztosítás közvetítővel online megkötöd, folyószámát a bankba kötöd, amikor én szerződni, leszerződsz a bankkal, és leszerződsz a közjegyzővel, amit a bank leszervez, bár jogodban áll neked a közjegyzőt magad is kiválasztani, de nagyon sokat nem fogsz ezen fogni. Cserébe plusz utána járásod lesz, közjegyzőnél leszerződtök, szintén ott kifizeted a díjat, ami szerencsére ma már nem olyan vészes, soknál maximalizálták, kéttá szotyért, a piaci és is alapvetően már már nagyon sok tétel a közjegyzői díjból már maximalizálva van, tehát nem tud elszállni nagyon, ököl szabálya, átlag kitelni 60-80 ezer a közjegyző kb., folyosítási feltételek a hitelszerződés, beviszed, önerőigazolást hozott, hogyha az adásvétében nincs ez benne, hogy már kifizettél mindent, meg hogyha még kért hogy a bírálat, akkor azt. És utána tud is 3-5 napon belül folyósítani. Nagyjából így, néz ki a folyamat, tehát az jó hírem, 4 5 6 hét alatt meg tudunk lenni, normális esetben. Mik lehetnek a buktatók? Ingatlanál buktató lehet, ny ny tehát nyilván mondjuk sok plusz szeretnél, csak úgy zárójelben mondom, fél szemtesztel dolgozzál, tehát nagyjából azért legyen egy nagy szoba, meg egy kisebb szoba, tehát ennyi már minimum legyen, e, legyen fürdő, legyen víz benne, legyen konyha, legyen fűtés, tehát hogy ilyen tök alap dolgok, ha megvannak, akkor azért nagyon mellé nem tudsz lőni. Nyilván azok szoktak szívni, akik nagyon trükköznek, hogy mert van hogy ő majd felújítandót vesz, sok puszra, de ő majd fel akarja, de nem falusi sok, tehát mint a városba, 16. kerületben szeretne valamit, mert hogy az olcsóbb, mit tudom én, na ott lehet, hogy előzetes besésre kell operálni, mert ilyet is lehet, hogy előzetes besést kérünk. Hát nekünk duplán fizetsz besés, de legalább biztosan tudod, hogy jó az ingatlan. Lehetnek olyanok, hogy társasháznál nincs kirakva a ajtóra az ajtó most ebből, szív, ebből volt a szívás, nem volt kirakva, be azt mondta, ő nem tudja eldönteni, hogy melyik lakása az a szám, lakás, és akkor itt van az, hogy itt már akkor nagyon kevés, hogy leugrasz a zobiba egy számot kirakni, tehát javaslom, ha ilyen van, akkor inkább előtte számozátok meg ott legalább a folyosón a lakásokat, hogy mindenhol rakját, rakjátok a megfelelő számot, mert utólag ez, hát az, az a megoldás egyébként, hogy vagy az önkormányzattól kértek egy címigazolást, vagy pedig a, el szokták fogadni, hogyha a a közös képviselő jó fej és leigazolja, lenyilatkozza ezt a dolgot, bár ez mindig kérdéses, hogy mennyire fogadják el. Lehet még van buktató, hogy osztatlan közösön az ingatlan, vagy éppen a társasházi alapító kiradba, képzeljétek el, úgy, hogy nem osztatlan közös, benne van, hogy a, ez a, hú, ez a, talán a 12. kerületben jellemző, de ott majdnem minden társasháznál így van, hogy a társasági alapítóban benne van, hogy elővásárlási joga van a többi tulajnak. De az azért cikki, mert mondjuk egy száz lakásos társasházba, hát ebben legyen a talpán, mert nem fogsz kipostázni száz meg van 100 lakásra mondjuk 160 tulajdonos, mindenkinek egy térti tértivevényes levelet, mert a gatyád rámegy. Tehát ezt nem is szokták. Elvilág elvileg a bankok még elfogadják ezt a kifüggesztéses dolgot, nyilván az ügyvédes bankkal le kell mindig egyeztetni, kiteszitek a hirdetőtáberára, közös képviselő leigazolja, hogy két hétig kin volt, senki nem jelentkezett, el lehet adni. De hát nyilván a kurja erről igen mondott egy állásfoglás, hogy szerintük ez meg nem jó. Ez egy szürke mesdje egyébként, tehát ezt a ügyvédek szokták vagy megoldani, mert nem fasság az egész, és nem értem, hogy a jogalkotó miért nem oldotta ezt a helyzetet fel. Tök egyértelmű, hogy ezek a társasházaknál ez azért van benne a társasházi alapítóba, mert a társasház nem tudja kivenni, de azért nem tudja kivenni, mert el, hogy ha társaság ezt az elővásárlási agyrémet, ugye akkor az, az egy alapíta, társaság alapító módosítás, ami több milliós tétel lehet amúgy. Tehát, hogyha jogalkotó ezt fel tudná valahogy egy jogszabályjal higítani, oldani, azért rohadt jó dolog lenne, mert azt nagyon sok társaság megszavazná, hogy akkor ők ezt kiveszik ebből a storyból, mert, mert csak hátráltat mindenkit az eladásba. Tehát vannak ilyen buktatók, finomságok. Nyilván, hogyha mondjuk végrehajtásat van az ingatlan, azt nem finanszírozza a bank, minden mást alapvetően tud. Ö, jogról például azért le kell mondani adásvételig, tehát annélkül nem köttök meg. Ö, mit tudom én, az ingatlan általában ezek szoktak lenni ilyen nagy bukók. A hitelezhetőségben meg tényleg, amiket előbb is mondtam, hogy, hogy te most találod, ki, hogy te munkahelyet váltasz, Cserkész Bejszóel soha, soha nem szerencsé de most megszállt az ihlet és hitelfelvétel előtt, rápatintottál 70 ezeret a tipmixre, és akkor nem érted, hogy a bank miért mondja azt, hogy akkor ez így nem. Ö, szóval ezeket tök nagy szívások tudnak lenni, és néha azt hattam észre, hogy ilyen tényleg ilyen emberi sorsok múlnak ezen, és ilyen tök véletlenek történnek, tehát nem is ez szánt szándékkal, tényleg ilyen szerencsétlen összeesküvések zajlanak a háttérbe és ezért uh, van néha egy, -egy bukó. Uh, de azt gondolom, hogy a hitelezhetőség beli problémákat azt jelentős részben ki tudjuk zárni, vagy te kitod egy jó közvetítővel zárni hogy legalább azzal a részen egyen gond, és akkor maradjon az ingatlan, vagy a banki folyamat. Hát a banknál, ami bukó lehet, hogy módosul a belső szabályzat, az nagyon ritka, az Covid-nál volt legutóbb ilyen nagy gázok, de alapvetően béke, úgymond béke időben nem szoktak ilyen nagy gázok lenni, hogy ilyen hirtelen módosítanak valamit, de itt is mondjuk, ha módosítottak is, azért volt több eset, amikor megtudtam tudtam dumálni a bankkal, meg a kockázat kezelését, a riszkel, hogy figyumár már gyerekek, ti úgymond valamit, gentleman agreement -et csináltunk, most oké, okay, hogy te közel módosítgatsz, de basszus, ne cseszél meg az ügyfélel, vannak olyan bankok, ahol ebben lazábbak, és akkor azt mondják, hogy jó, rendben, oldjuk meg. Van, aki meg nem, de nyilván ez én feladatom egyébként általában tudni, hogy mi, hogy merre, meddig vagy például ilyenek szoktak lenni rossz a munkáltatói, hogy főleg külföldi jövedelemnél van az, hogy külföld. nyugaton már nem, nincs pecsét, és a magyar bank megkéri a pecsétet, és ebből szokott lenni egy kis ilyen, ilyen adokkapok, pont most is volt ilyenem, hogy nem volt pecsét, de a bank ügyintéző kéri a pecsétet, én meg akkor tájékoztattam, hogy de az adott országban már, már nem ismerik a pecsétet, tehát úgy is hiteles, hidd már el, meg egyébként úgy is történik munkáltató ellenőrzés, tehát akkor meg aztán tök felesleges. Magyarországon ez a pecsét ez ilyen fétisizmus, egy egyébként, tehát nem tudom, mindig akarják. Ebbe szokott lenni folyószámlába szintén, mert van, tehát kevés bank fogadja a külföldi jövedelmet, de van, aki elfogadja, de azon is van, aki egyébként úgy fogadja például a folyószámlát, hogy kinyom, kinyomtatva a bankáltal pecsétel. De a külföldi nyugati bank nem pecsétel, az Istenért sem. Volt már ebből olyan balhé, hogy, hogy egyszerűen ott volt a pecsét az asztalon, de az a fél hülye, nem volt fiókvezető Németországban, nem volt hajlandó lepecsét. Ő azt mondja, Nine. És mondta az ügyfő, hogy de. És akkor egy ilyen több körös, egy básétán keresztül több alkalom bement, vita, minden, na végül lepecsételték. Kb. belehalt a csávó, hogy jó, akkor lepecsételem, de csak egyet. <laughs> és akkor nagy nehezen azt átütöttük. De volt olyan munkáltató, hogy ne aztán egy holland jövedelem lehetett, hogy én ilyet belőlem nem látom. én azt hiszem, mindent láttam, de ilyet nem. Két oldalas munkáltatói. Mind a két oldalt, egyébként csak a két oldalas egy kell aláírni a másik oldalt, de itt a munkáltatói két oldalát két különböző szakosztály írta alá. Az első oldat azt mondták, hogy a HR írja alá, mert ugye ez HR-es kérdés, érted? Név, születési dátum, ilyenek. A második oldat a pénzügy, mert ott meg a pénzről van szó. És akkor egy két eltérő aláírás, két eltérő névvel, két eltérő jogosultsággal, és akkor így adtuk be, a ott is volt magyarázkodás, hogy ez így micsoda. Tehát azért vannak sokfajta megoldások arra a munkáltatóira, ez azért dolgoznak a bankok, hogy valahogy jobb legyen, de néha azért nehéz átütni a külföldi, tehát külföldi, lazasságot, vagy folyamatokat a magyar bürokrácián, azért nagy esélye, jó esélye, nagyon jó arányos szokott sikerülni, de, de még ebben van, vannak gondok. Meg hát ugye nagy kockázat jelg ez az átfutási idő, hogy megcsúszik a bírálat, vannak pótlások, izé becsésbe dugul, és akkor ezzel nem tudunk sokszor mit kezdeni, szóval ezért kell egy tágabb határidővel dolgozni, hogy, hogy ezekbe azért beleférjünk. Szóval nagyjából ugye ez a hitezés folyamata, nyilván csak egy része, mert kb. még 8 órát tudnék erről beszélni, de remélem ebből azért sok információt gyűjtöttél, illetve azért nagyjából lejött az, hogy, hogy azért egy megbízható, korrekt hitel közvetítő, aki mondjuk nagy látja, hogy merre, melyik rendezőnyen van, azért biztos, hogy nem fog téged hátráltatni, hanem ezek az információkkal hozzásegít téged a, a gondtalanabb megvalósuláshoz. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, ha szeretnéd trollmentes környezetbe pénzekről beszélgetni, <coughs> gyere az IFL Group online pénzközösség Facebook csoportba, amíg tudok neked segíteni egyedi kamatokkal, stratégia, ügyintézés, ahogy a hiteletbe, akkor írj el e-mailt alul, és akkor megnézzük, hogy mi, hogy merre, meddig. Következő videóig pedig. Sziasztok!